Ezek a szünidejüket a természettudományos napköziben töltő gyerekek most éppen a drónkezelés alapjait tanulják Gyenizse Pétertől. Kis tabletjeiken a legfontosabb műveleteket sajátítják el ahhoz, hogy a napjainkban igen népszerű drónokat mozgásba hozzák, mondja a foglalkozás vezetője Gyenizse Péter csillagász, a PTTTK Földrajzi és Földtudományi Intézetének egyetemi docense. Az elmúlt egy-két évben kitaláltuk, hogy mi lenne, hogyha egy űrhajót szimulálva, ők ilyen kis pici benti játék drónokkal egyik bolygóról a másikra elrepülnének, és ez lesz most majd a következő foglalkozás, hiszen a planetáriumban tanulnak a napról, tanulnak a bolygókról, a holdakról, és akkor most ők is eljátszhatják azt, hogy jó, nyilván nem egy igazi űrhajóval, de egy ilyen kis picike telló drónnal fölemelkednek egyik helyről a másikra. Elvezetik, közben a kamera képét látják ugye a telefonon vagy a tableten, és egészen jól átélik, akkor egy ilyen űrpilótának voltak éppen a feladatait, és megtanulják azt is egyébként, hogy hogy kell irányítani ezt a szerkezetet, hogy ez nem olyan, mint egy autó, hogy csak előre tud menni, vagy esetleg hátra, és csak kicsit kormányzunk, hanem ez voltak éppen minden irányba tud menni, ugyanúgy, mint egy űrhajó, tehát mondjuk persze kicsit korlátozottabban, de azért ezt is megtanulják. A természettudományos táborban részben fizikusok kísérleteket mutatnak be a szünidős gyerekeknek. Másrészt csillagászattal is foglalkoznak, mely tudományággal a planetáriumban ismerkedhetnek meg a táborozók. Ez Gyenizse Péter és a Földrajzi Intézetben dolgozó kollégáinak a feladata. Most azonban a drónokkal való ismerkedés a feladat. Itt nekünk a táborunk az alapvetően általános iskolásoknak, ott is, ha jól emlékszem, mert kolléganők szervezték, ott az elsőtől hatodik osztályig tart, de egyébként senkinek nincs vele problémája, már az elsősök is, ahogy tetszett mondani, már a digitális korszakban nőttek föl, tehát nem okoz nekik problémát az, hogy netalántán egy eszközön húzogassák így az ujjukat és az érintőképernyőt használják, vagy éppen a Lego marsjáró vezérléséhez kis ikonokat tegyenek jobbra-balra, mert ott át kell gondolni, hogy egyébként a telló drónokat is lehetne így irányítani, de mi most ezt nem így csináljuk. Tehát ott ilyen kis ikonokkal kell vezérelni, hogy mennyit fordulj jobbra, mennyit fordulj balra, mennyit menjél előre, és akkor nagyon hamar ráéreznek erre, sokkal jobban, mint a felnőttek egyébként. A drónröptetés a mai gyerekeknek egyáltalán nem nehéz feladat, játékos formában pedig kifejezetten élvezetes időtöltés, hiszen nem csak játszanak és jól telik vele az idő, hanem ezáltal számos képességük, ügyességük fejlődik észrevétlenül. A tábort a Zsolnai Kulturális Negyedben rendezték meg.